Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Közgyűlés Szekszárdon nem fogadta el az átvilágításokról szóló beszámolókat a többség. Közmeghallgatás Bátaszéken, 2 év után újra egyeztettek a lakókkal. Együtt az úton a békés együttélés reményében romák és rendőrök szerveztek közös konferenciát. Korai stádiumban gyógyítható, egyre több nőt veszélyeztet a mellrák. Több hónapnyi várakozás után a Tolnai megyeszékhely csütörtöki közgyűlésén kiderült, milyen eredményekkel zárultak az Éjjel-Szekszárd által 2019-ben kezdeményezett átvilágítások. A többség az Éjjel-Szekszárd tagjai által készített beszámolók legtöbbjét nem fogadta el. Sőt, volt olyan eset, amikor az ész egyik tagja ellentmondott az általuk megbízott ügyvédnek. Hosszú hónapok után tudták napirendre venni a szekszárdi közgyűlésen azt a beszámolót, ami az Éjjel-Szekszárd által megrendelt, az épülő uszoda hiányosságait tárta fel, valamint most került napirendre az a beszámoló is, ami a polgármesteri hivatal és annak intézményeinek átvilágításáról szólt. Ezeket a munkákat az Éjjel-Szekszárd rendelte meg. Korábban már többször is tárgyalták volna ezeket a képviselők, ám az ész vezetője nem készítette el az írásos beszámolókat. Bomba Gábor most is le akarta vetetni ezeket a napirendi pontokat, ám a többség ezt nem hagyta. Kértem az ügyvédi irodától állásfoglalást, hogy hol tartanak. Az idei évre azt a tájékoztatást adta, hogy az önkormányzat és a polgármesteri hivatal részéről az adott szolgáltatás rendkívül lassan történik. Bomba Gábor arról is beszélt, hogy az átvilágítást végző pécsi ügyvédi iroda szerint a polgármesteri hivatal munkatársai nem szolgáltattak időben adatot a munka elvégzéséhez. Valamint azt is mondta, hogy az általuk megbízott ügyvéd szerint érthetetlen, hogy a meghívásos pályázatoknál mi alapján választotta ki az önkormányzat, hogy kiket hívnak meg, és hogy miért voltak közöttük olyanok, akik nem helybeliek. Az Éjjel-Szekszárd frakcióvezetőjének beszámolójára dr. Gábor Ferenc szekszárdi edzője reagált. Ő azzal kezdte, érthetetlen, hogy egy Szekszárdról megbízott pécsi ügyvédnek miért tűnik különösnek, hogy nem csak helyi cégek indulhattak a Tolnai megyeszékhely közbeszerzésein. Dr. Gábor Ferenc azt is mondta, szerinte az is különös, miért kifogásolja az ész a meghívásos pályázatok módját, hiszen amikor ők voltak többségben, ők is csak a maguk által előre kiválasztott cégeket hívták meg egy-egy munka elvégzésére. Az is egy kérdés felvet, ugye, hogy egy teljesen külön gazdasági szereplő, külön ajánlatkérő, mind a művelődési ház, illetve a vagyonkezelő Kft. Ugyanúgy lefolytat egy tiszta versenyt, és ugyanaz az ügyvédi iroda nyer, mint itt. Akkor ez mennyire lehet véletlen ön szerint? A közgyűlési többség végül nem fogadta el az Éjjel-Szekszárd által megrendelt, az uszoda és a polgármesteri hivatal, valamint annak intézményeinek átvilágításáról szóló előterjesztést. A napirendi pontok között szerepelt a sportközpont átvilágítása is, amit szintén az Éjjel-Szekszárd rendelt meg. Ezt a témát sem akarta most tárgyalni Bomba Gábor, ám a közgyűlési többség mégis napirendre vette. Faragó Zsolt, a Sportközpont felügyelőbizottságának elnöke meghívta az átvilágítást végző ügyvédi iroda vezetőjét. Szexuális strand élményfürdő folyamatos és évente ismétlődő meghibásodásokkal kapcsolatban jelezték, hogy problémák vannak energiagazdálkodás ügyben. A közgyűlési többség számára viszont már az sem volt világos, mi alapján választottak ki egy budapesti céget az észtagjai, miközben folyamatosan azt kommunikálják, hogy helyi vállalkozókat akarnak helyzetbe hozni. Az egész kiválasztás először is mi alapján történt? Onnan tudtad, hogy egyáltalán létezik az ügyvéd úr? Zaják Rita, polgármesteri tanácsnok azt is kifogásolta, hogy szerinte Malomsoki Krisztián, a sportközpont korábbi igazgatója és Faragó Zsolt 2019 óta visszatartott előle dokumentumokat. Mindezt úgy, hogy Zaják Rita abban a korábbi időszakban még Faragó Zsolttal közös frakcióban ült a közgyűlésben. Én képviselőként a 2020. augusztus 19-i
előbb felolvasott, mely szerint az uszoda jelenlegi kivitelezőjével átgondolni, és stb. Információ birtokába tegnap előtt jutottam. Azt gondolom, hogy ez a hűtlen hanyag kezelés. A sportközpont átvilágítása arra az időszakra terjedt ki, amikor Csillag Balázs irányította azt. Most ő is felszólalt a közgyűlésen, kezében a távozásakor keletkezett átadás átvételi iratanyaggal, amit Malomsoki Krisztián is aláírt. Malomsoki viszont a vezetése alatt, bár Faragó Zsolt most büntetőjogi kategóriába eső mulasztásokról beszélt, mégsem tett feljelentést. Egy egyhetes procedúra végeredményeként született ez. Mezei László Kis Szabolcs volt ott az ÉSZ által delegált személyként, illetve Malomsoki Krisztián is a cég jelenlegi könyvelője is ott volt. Ebben az átadás-átvételi jegyzőkönyvben konkrétan nevesítve vannak azok a szabályzatok, amiket én átadtam Malomsoki Krisztiánnak, hatályba lépéssel, mindenféle dátummal együtt. Mezei Lászlóra nézek, gondolom elismeri, itt van rajta az aláírása, úgyhogy így van. Pedig az átvilágítást végző ügyvéd szerint fontos dokumentumok hiányoztak a sportközpont irattárából. Mindezt annak ellenére mondta, hogy még az ilyen szexárd egyik tagja szerint is mintaértéki volt az átadás átvétel folyamata. Köszöntöm Balást a jelenlétünkbe, és ezt azért teszem, mert a teljesség és igazság kedvéért nekem mondanom, hogy amikor ő távozott, akkor egy szerintem mintaszerű átadás-átvétel történt. Végül a többség a sportközpont átvilágításáról szóló beszámolót sem fogadta el. A képviselők egy harmadik ellenőrzést is tárgyaltak, az a Babits Mihály Kulturális Központ működéséről szólt. Annak kapcsán egyhangulag az a döntés született, hogy mivel egyelőre kevés idejük volt az ügyvédeknek a munkát elvégezni, így az ellenőrzés ott folytatódhat. 663 új megbetegedést igazoltak szerdán, ezzel a járvány kezdete óta összesen 822.705 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 5 beteg, így az áldozatok száma 30.190 főre emelkedett. 539 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 87-en vannak lélegeztetőgépen. Oltást eddig már 5.888.000-en kaptak. Tolna megyében 2 új fertőzöttet regisztráltak szerdán, így a járvány kezdete óta összesen 17.927-en kapták el a koronavírust az országnak ezen a részén. Hosszú idő után újra tartottak közmeghallgatást Bátaszéken, ahol a 2020 és 21-es év tevékenységeit és gazdasági hátterét mutatták be az érdeklődőknek, de szó esett a jövőbeni fejlesztési tervekről is. A nyilvános eseményen részt vett Horváth István, Tolna megye 1-es számú választókerületének országgyűlési képviselője is, aki a támogatásáról biztosította a bátaszékieket. Sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai közmeghallgatáson. 2 év kihagyás után újra tartottak Bátaszéken közmeghallgatást szerdán. A résztvevők tájékozódhattak a Társadalmi Ellenőrző és Tájékoztató Társulás működéséről, a Bátaapátiban lévő radioaktív hulladéktároló helyzetéről, valamint a bátaszéki önkormányzat 2020-as és 21-es év gazdasági hátteréről. Még a 20-as esztendő egy sokkal nagyobb költségvetési számú gazdálkodás, majdnem 2 milliárdos gazdálkodást eredményezett. 21-ben már visszatértünk úgymond a szokásos költségvetési számokhoz, hiszen mintegy 1,4 milliárdból gazdálkodik az önkormányzat. Alapvetően az intézményi működéseinket próbáltuk ebből megfelelő módon finanszírozni. Figyelemmel arra, hogy nekünk is részt kellett vállalni a koronavírus járvány okozta helyzetnek a kezeléséből, és mintegy 50 millió forinttal kevesebb pénzből kellett a 21-es esztendőnket összerakni. Ezek mellett elhangzott, hogy milyen jövőbeli tervei vannak a városvezetésnek a település fejlesztése érdekében. A közmeghallgatáson részt vett Horváth István, Tolna megye 1-es számú választókerületének országgyűlési képviselője is, aki hozzátette, továbbra is mindent megtesz annak érdekében, hogy minél több fejlesztés valósulhasson meg Bátaszéken. Itt az elmúlt időszakban 4 olyan beruházásról voltak hírek, ami a kövesdi településhez kapcsolódó útfejlesztésnek a jövője. Erről szeretnék jó hírt mondani itt a közmeghallgatáson is, tehát kormányzati támogatást fog kapni Bátaszék, mint egy 41,5 millió forint mértékben a kövesdi utaz meg lesz oldva.
Azonban ezen kívül még számos más fejlesztésre kérték a miniszterelnökség támogatását, így most összesen 103 millió forintos hozzájárulást várnak Magyarország kormányától. A képviselő azt is hozzátette, hogy Bozsulik Róbert polgármesterrel együtt dolgoznak tovább, hogy a település szépüljön és fejlődjön. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság Együtt az úton a békés együttélés reményében címmel tartott konferenciát a 10 éves fennállását ünneplő területi kisebbségi munkacsoport szervezésében. A rendezvényen Vecsei Miklós miniszterelnöki biztos kifejtette, milyen fontos az a Jelenlét nevű program, amely közel 300 település felzárkóztatásáról szól. A délelőtt folyamán szó esett a Tolna megyei együttműködés eddigi eredményeiről és a további lehetőségekről is. Szabó Csaba, Tolna megye rendőrfőkapitányának köszöntő beszéde után Sárközi János József, az Országos Roma Önkormányzat Tolna megyei képviselője azt az együttműködést méltatta, ami a rendőrség és a roma önkormányzatok között kialakult az elmúlt években. A Tolna megyei rendőrfőkapitányságon belül működő területi kisebbségi kapcsolattartó munkacsoport számos programot tud maga mögött az egy évtizedes fennállása óta, mondta a szervezet roma ügyi kapcsolattartója. Minden évben rendeztünk úgynevezett tudományos konferenciát, ami valamilyen módon kapcsolódott vagy a rendőrség, vagy a cigányság, vagy a közös együtt dolgozás mentén. Aztán természetesen voltak érzékenyítő tréningjeink, mind a rendőrök felé, mind a roma vezetők felé. Nagyon sikeres a minden évben megrendezendő horgászversenyünk, akkor a gyermekeknek ki mit tudott rendeztünk most már több éven át. A konferencián felszólalt Vecsei Miklós, a miniszterelnök romaügyi főtanácsadója is. Ő a jelenlét program fontosságát emelte ki. Ennek lényege, hogy a szociális munkások és az erre a célra kiképzett szakemberek hosszú hónapok alatt integrálódnak a legszegényebb közösségekbe, hogy aztán a magukkal hozott tudás és kapcsolatrendszer segítségével támogassák a rászorulókat. És azt gondoljuk, hogy minden egyes településnek más programot kell alkotnunk. Másképp fogunk építkezni, másképp fogunk munkaerőt teremteni, mások lesznek a lehetőségünk az oktatásban. Van, ahol vannak még szakemberek, van, ahol nincsenek, van, ahol vannak üres házak, van, ahol nincsenek, van, ahol még a mezőgazdaság valamennyire működik, értenek az állattenyésztéshez. Tehát többnyire abból indulunk, ami van, és nem abból, ami nincs. A tervek szerint a jelenlét programban Tolna megyében a területi kisebbségi munkacsoport is bekapcsolódik, hiszen ők már évtizedek óta tartják a legszegényebbekkel a kapcsolatot. Megvan az előválasztás első fordulójának eredménye. Tolna megye egyes számú választókerületében Harangozó Tamás kapta a legtöbb szavazatot. Őt az MSZP, a Párbeszéd, az LMP és a Momentum támogatta. Tolna megye kettes számú választókerületében Szabó Lóránt nyert. Ő mögé a DK, a Liberálisok, a Mindenki Magyarországa mozgalom és a természetesen a Dombóvár Egyesület állt be. A megye hármas számú választókerületében pedig Bence Jánosra voksoltak a legtöbben. Ő a Jobbik, az LMP, az MSZP, a Párbeszéd és a Momentum közös jelöltje volt. A második fordulóban a miniszterelnök jelöltekre lehet majd szavazni, akkor Dobrev Klárára, Karácsony Gergelyre vagy Márki Zaj Péterre adhatják le voksaikat a szavazók. Minden év októberre a Merrák elleni kampány hónapja, melynek első napja október 1-e a Merrák elleni küzdelem világnapja. Annak érdekében, hogy a betegség időben felismerhető legyen, 2001 óta hazánkban szervezett szűrési rendszer keretén belül személyre szóló meghívó levelet kapnak az életkor alapján veszélyeztetetnek minősülő 45 és 65 év közötti nők. Október, a merrák elleni küzdelem hónapja. Utóbbit a nőket leggyakrabban megtámadó daganatos betegségek közé sorolja az Egészségügyi Világszervezet. A rosszindulatú daganat leggyakrabban fájdalmatlan csomóként jelentkezik. Ritkább esetben a tumor látható jeleket is mutat, ilyen lehet például a bőrpír. Dr. Yusuf Al-Farhat, a Tolna megyei Balassa János Kórház belgyógyász onkológus főorvosa azt mondja, a daganatos megbetegedéseknél a legfontosabb a megelőzés, a legalább havi rendszerességgel végzett önvizsgálat. Ha van valami panasz, akkor általában mindig kezelő orvosát keresse a páciens, itt általában a házi orvos az első lépés, de ha olyan dolog van, ami mondjuk egy emlőfájdalom, emlőpimpóváladékozás, egy behúzódott bőr, ami egyértelmű tünet a daganatra, akár az onkológiát is fölkereshetik itt Tolna megyébe, ahol mi ezeket a vizsgálatokat felgyorsítjuk, segítünk. A korai stádiumban felfedezett daganatos betegségek gyógyíthatók, azonban már számos kutatást végeznek annak érdekében, hogy a harmadik fázisban lévő betegeket is tudják kezelni,
mondja a főorvos. Azoknak a pácienseknek az, hogy a következő 10 évben ne jöjjön vissza a betegség, annak a valószínűséget tudjuk csökkenteni 10% alá, és ha azt nézzük, hogy egy hasonló életkorú ember, akinek soha nem volt daganata, az, hogy 10 év alatt alakul neki egy emlőtumor, vagy a tumor az körülbelül 10% magyarul, teljes gyógyulást lehet elérni ezekkel a terápiákkal. A merrák kockázata az életkor előre haladtával emelkedik. Bár az emlődaganat több mint 80%-át 50 éves kor felett diagnosztizálják, 30 éves kortól már növekszik a kockázat. Fiatalabb korban nagyobb valószínűséggel állnak a betegség hátterében örökölt genetikai tényezők. Magyarországon évente körülbelül 5-6 ezer új merrákos beteget fedeznek fel. Regionális híreink következnek. Esély a piacképesebb felsőoktatás kialakítására, a modellváltásról tanácskoztak Pécsen. Hit és közélet, a vallás és a közszolgálat együttműködése fontos a nemzetépítéséhez. A legnagyobb pontra vadásznak, a világ leghosszabb horgászversenye kezdődik el a Balatonon. Mit jelent az egyetemi modellváltás? Milyen eredményei lehetnek, milyen kihívásokkal kell megküzdeni a magyar felsőoktatásban a jövőben? Erről tanácskoztak szakemberek Pécsen szerdán. A modellváltásért felelős kormánybiztos a találkozón azt mondta, hogy az alapítványi működés esélyt jelent a piacképes, nagyobb autonómiával rendelkező oktató és kutató munka kialakítására, ahogy arra külföldi példák is vannak. A kormányzat 1700 milliárd forinttal támogatja a modellváltó intézményeket a következő 5 évben. Kiszervezték, eladták a magyar felsőoktatást a modellváltással, ezt hallani a bal oldalról a legtöbbet, de ez nem igaz. Ezt a közeledő országgyűlési választásokban politikai érvként használják, de a modellváltás nem erről szól, mondta Stumpf István Pécsen szerda délelőtt. Nem privatizációról van szó, hanem olyan közösségi célú hasznosításról, ahol minél több energiát és erőforrás próbálunk bevonni ahhoz, hogy annak a térségnek egy fontos tudásközpontja legyen, például Sárospatakon a Tokajhegyalja Egyetem, itt pedig ebben a régióban pedig a nagy hagyományokkal rendelkező Pécsi Egyetem. Nem lesz könnyű menetelés, ez világos, hogy itt mindenkinek az együttműködésére szükség van. Cél, hogy a magyar felsőoktatás nemzetközi versenyképességét növeljék. Több külföldi hallgató válassza például a magyar egyetemeket. Fontos, hogy bekapcsolódjon a hazai gazdasági növekedés segítésébe a felsőoktatás. A kutatóhelyek eredményei, újdonságai jelenjenek meg a magyar termelő-szolgáltató szektorban. A modellváltás az tulajdonképpen csak egy esély, egy lehetőség az egyetemek számára, hogy nagyobb autonómiával, szervezeti gazdasági intézményi autonómiával és nagyobb tudományos autonómiával is működve saját maguk képére formálják az egyetemek világát, és bevonjanak minél több üzleti szereplőt ebbe a világba. És ebben a Science Park program, ami egy kiemelt programja a kormányzatnak, tehát egyfajta hidat épít legalább 8 egyetemi központnál az üzleti világ és az egyetemi világ között. A kormánybiztos azt mondta, az állam nem vonult ki a felsőoktatás finanszírozásából, hanem megduplázta az intézményeknek nyújtott pénzügyi támogatást. A napokban írják alá az erről szóló szerződéseket. A Pécsi Egyetem 213 milliárd forintot kap a következő 5 évben. Az életbe lépett törvény szerint a 21 alapítványi fenntartású felsőoktatási intézmény a következő években összesítve mintegy 1700 milliárd forint állami támogatást kap. A vallás és a közszolgálat elválaszthatatlan, hangsúlyozta több felszólaló is a Hit és Közélet elnevezésű találkozón Pécsen. A Baranya megyei önkormányzat dísztermében megtartott eseményen politikusok, egyházi vezetők beszéltek arról, hogy milyen fontos a keresztény értékek védelme és mekkora szerepe van ebben az állami szerveknek. Hit és közélet. Ezzel a címmel rendeztek találkozót a Baranya megyei önkormányzat dísztermében Pécsett. Az eseményen résztvevők arra hívták fel a figyelmet, hogy a vallást és a közszolgálatot nem lehet ketté választani. Őri László beszédében úgy fogalmazott, hitünk megélése és a közösség szolgálata akkor erősíti egymást, hogyha hiteles. Ezért a református ember, a protestáns ember társadalmi aktivitása, az tulajdonképpen azt is mondhatjuk, hogy magától értetődő. Ez az a szellemi-lelki erőforrás, amivel a protestánsok és, hogy egy kicsit hazabeszéljünk, a református keresztének hozzájárulnak a
magyarság jövőjéhez. A Baranya megyei önkormányzat elnöke kiemelte, hogy ezer éves hazánk a keresztény értékrenden alapul, melynek számos történelmi esemény is bizonyítéka. Ehhez kapcsolódva a főtiszteletű református püspök elmondta, hogy az egyik legörömtelibb esemény volt 2018-ban, amikor megszavaztak egy alkotmánymódosítást. Eszerint Magyarország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelme az állam minden szervének kötelessége, ismertette Balogh Zoltán. A különböző kulturális hagyományok és ezeknek az állami eszközökkel való képviselete és védelme azt a felismerést fogalmazza meg, hogy igenis az államnak is van kötelessége azzal kapcsolatban, aminek egyébként a forrása, a gyökere az az egyházi közösség. És az egyházi közösség a hitet képviseli, de a hitből mindig kultúra lesz. Az eseményen elhangzott, hogy a kormány templomépítési projektjének, valamint több pályázat meghirdetésének köszönhetően régi kápolnák újulhattak meg, és új imaházak épülhettek. Ezzel pedig a közösséget, a nemzetet is építjük. Emellett az is fontos, hogy a Kárpát-medencében mintegy 1 millió gyermeknek van lehetősége arra, hogy hittanórákon, hitoktatásokon vegyenek részt. A vadászati világkiállítás részeként szervezik meg idén a nemzetközi bojlis horgászversenyt a Balatonon. A pénteken kezdődő 9 napos megmérettetés a világ leghosszabb horgászversenye lesz. A bojlis módszer eredeti célja, hogy nagytestű pontyokat fogjanak ki a horgászok. A verseny szervezői idén fokozottan figyelnek a környezet védelmére, ezért előírták, hogy egy-egy csapat legfeljebb mennyi csalit használhat. Maga a bojli egy főzött csali, ami állati és növényi eredetű fehérjéből és szénhidrátokból van összerakva. Ez takarhat hallisztet, ráklisztet, tintahallisztet, szóját, különböző magokat, a repcétől, a kendertől, akár a kukoricáig. Így néz ki a halak és a horgászok egyik kedvenc csalia. A méretnek és az összetevőknek csak a fantázia szabhat határokat. Ez egy ugye vízálló történetről beszélünk, és akkor még itt bent egy szúnyogháló van. Akkor ez így néz ki. Ahogyan a horgászok mondják, a bojlis pecázás életforma, mint sem sport. Elsősorban nagyméretű pontyokra vadásznak, amelyek legkedveltebb lelőhelye a Balaton. Maga a bojlis horgászmódszer, amit a balatoni verseny alatt is alkalmazunk, ez egy behúzós horgászmódszer, tehát ez egy nagyon sok felszerelés kell, csónakok, botok, sátrak, és láttátok itt ágyaktól elkezdve minden. Nagyon-nagyon fontos része a bojlis horgászatnak az önmagában nem csak maga, amivel horgásznak a bojli, hanem maga a helykeresés. Nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy megtaláld azt, hogy maga a nagy pontyok, hiszen a Balatonnak nagyon-nagyon gazdag a halállománya, és ebből a nagy halállományból csak a nagy pontyokat fogjuk meg, hiszen a versenyünk célja is az, hogy az 5 darab legnagyobb 10 fölötti halat mérlegeljük csak, és ezeket fogjuk meg, illetve ezekre vadásznak a fiúk. Ha ne adj Isten beszakad, akkor az ólom súlyt azt el tudja hagyni maga a hal, ne húzza rá saját magával. Erre a horgászati módszerre egész iparág épült, és számtalan versenyen mérettetnek meg a horgászok. Akár csak a pénteken kezdődő nemzetközi balatoni bojlis horgászversenyen, amelyen Jan Dániel már 3. alkalommal indul csapatával. Mint mondja, igazi erőpróba lesz a 9 napos verseny. A halfogás az ami miatt izgulunk, nézzük, hányadikak vagyunk, aktuális hely, le kell reagálni nagyon sok mindent, a szomszédot figyelni is szoktuk, ugye, mert hát ugye azt is lereagáljuk, ha mi nem fogunk halat, ők fognak halat, hogy mi az a távolság, teszem azt, vagy odébb kell raknunk a szereléket. Tehát úgymond gondolkozós tud ez lenni. A szervezők idén fokozottan figyelnek a környezet védelmére, ezért előírták, hogy egy-egy csapat legfeljebb mennyi csalit használhat. Magán az MBBH-n be van korlátozva maga a behordható csalik, illetve bojlik mennyiség, és ez nagyon fontos, hogy nálunk a magokat egyáltalán nem is engedjük semmilyen formában ennél a versenynél használni. A nemzetközi balatoni bojlis horgászversenyen több mint 120 csapat indul, elsősorban hazai résztvevőkkel. A 9 napos megmérettetés Tihanytól Fonyódon át egészen Balatonszárszóig zajlik majd. Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szólt a híradó. Közgyűlés Szekszárdon nem fogadta el az átvilágításokról szóló beszámolókat a többség. Közmeghallgatás Bátaszéken 2 év után újra egyeztettek a lakókkal. Együtt az úton a békés együttélés reményében romák és rendőrök szerveztek közös konferenciát.
Korai stádiumban gyógyítható, egyre több nőt veszélyeztet a mellrák. Pénteken reggel még zömmel felhős, sokfelé párás, kötfoltos idő várható. Napközben elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet, hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Számottevő csapadék nem hullik, éjszaka alapvetően frontfelhőzet nem lesz felettünk, de párásság, köd, illetve ezekből rétegfelhőzet képződhet, gyenge lesz a légmozgás. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!